Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Folytatjuk ma este a januárban elkezdett előadássorozatot, amelynek keretében egy-egy bibliai könyvet mutatunk be, időszerű kérdésekre adott válaszul. Legutóbb Rút könyvével foglalkoztunk, és a kevésből jobban megélni kérdéskörével. Ma esti témánk pedig Péter apostol első levele, amely ugyancsak egy égető problémára adja meg a feleletet. Ez pedig a következő. Mit tegyünk a bennünket érő sértésekkel, bántásokkal? Visszaadjuk-e az ütéseket? Vagy inkább elszenvedjük őket? És hogyha elszenvedjük is őket, nem lesz-e annak is rossz következménye, például önmagunkban? Nem válunk ettől sértett, túlérzékeny emberekké? Ha agresszívek nem is leszünk, de nem válunk-e depressziósakká? Milyen jó volna olyan világban élni, ahol nem kapunk, de nem is adunk sebeket. Egyelőre még nem ilyenben élünk. Hogyan is gondoskodjunk mindezekről? És azután, ha végig gondoltunk mindent, hogyan cselekedjünk? Erről szól a mai előadás Péter első levele alapján. Előadunk Reisinger János. Kedves hallgatóink, miért éppen Péter apostol első levele adja meg ezekre a hatalmas kérdésekre a választ? Ugye, mert amióta a bűnvilágában élünk, sajnos mi is adunk sértéseket, és mi is kapunk sértéseket. Ezred évek óta tart ez a folyamat, és ezred évek óta ott van a nagy kérdés, hogy hogyan gondolkozzék ezekről az ember, és mit tegyen. De erre miért Péter apostol első levele adja meg a választ a 66 bibliai könyv közül? Majd látni fogjuk a vetítésen, hogy Péter apostol ezt a levelét a mai Törökország területén egykor 2000 évvel ezelőtt élt keresztényeknek írta. Felsorolja a tartományokat, Péter Jézus Krisztusnak apostola Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek. Ez a mai Törökország területe, Anatólia. Itt az itt élő keresztények nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Tudnék, sokan váltak keresztényekké, de a pogány lakosság is gyűlölte őket, tele voltak babonákkal, hiedelmekkel, ragaszkodtak a pogány vallásossághoz. A római államhatalom is üldözte a kereszténységet, legalábbis az első 4 évszázadban. Tehát több oldalról támadásoknak voltak kitéve, és nem a csatamezőn, a hétköznapi életben. Általában rabszolgák voltak a keresztények, tehát voltak rabszolgatartóik, elnyomóik, és Péter apostol ilyen embereknek írt, és ezért adja meg ez a levél a kérdéseinkre a választ, mert egy mélységesen megalázott, megnyomorított helyzetben élő embereknek adott Péter tanácsokat, hogy hogyan is törekedjenek Krisztust követni ilyen szívszorító körülmények között. És ezért a Biblia 66 irata közül, ha önök olyan iratot szeretnének olvasni, amelyek az életnek ezekre a nyomasztó kérdéseire adnak választ. Mit tegyünk a sértésekkel? Mit tegyünk a sértődékenységünkkel? Mit tegyünk a szenvedéseinkkel? Mit tegyünk üldözések, rágalmazások esetén? Tehát ezt az 5 fejezetből álló iratot javasolnám, ami nem több 4-4,5 oldalnál. A levél szerkezetéről, felépítéséről a kísérő tanulmányban írok, azt nem szeretném megismételni, és fárasztani sem senkit ezzel, de hogy igazán magunkénak érezzük ezt a kérdést, először hadd szólaljon meg egy magyar költő, az egyik legnagyobb 20. századi magyar költő, aki már 10 éves korában gondolkozott ezen a dolgon, hát bizonyára azért, mert már ifjúkorában sok sértést, bántást, meg nem értést kapott. Azért milyen jó egy ilyen rövid verset olvasni és tudatosítani, ami most fog felhangozni. József Attila, milyen jó lenne nem ütni vissza. Mikor nagyokat ütnek rajtunk, milyen jó lenne nem ütni vissza. Se kézzel, se szóval. Világítni a napvilággal, elaltatni az éjszakával, szólni a gyávaság szavával, de sose ütni vissza. Lelkeimmel pörölnöm kéne, s élvén is vagyok most a béke. Kristály patakvíz folydogál gyémántos medrű ereimben. Szelíd fényesség az ingem, és béke, béke mindenütt, pedig csak én élek vele.
fölemelnek a napsugarak, Isten megcsókolja minden arcom, és nagy, rakott szekerek indulnak belőlem a pusztaság fele. És ha már idéztük ezt a költőt, 17 és fél éves volt, amikor egy hasonló versében ugyanerre a jelenségre mutatott rá, ezen a világon azért van ilyen hideg közöny és jeges fagy, mert az emberek vagy sértenek, vagy ha megsértik őket, visszaadják. És ezért a híres vers a tél, az induló nagyköltő József Attila verse, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, valami igazi, biztos, eligazító szó kellene, hogy ne így éljünk, és ne ilyen legyen a világ. Hát ha már egy ilyen rövid korty volt József Attilából, legyen egy még egy. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kézen fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Ez a kérdés, hogy hogyan engednek föl az emberek? Hogyan lehet bennünket rávenni arra, hogy ne sértsünk, de ha már megsértettek, ne adjuk vissza a sértést. Ez Péter apostol egy levél formában végzi el, és előre is mondanám, hogy a levélnek a második fejezete lesz az első hangsúlyos rész, ami erre a kérdésre felel. Tehát a második fejezetig valamire elő kell készíteni az olvasóit. A címzés a bemutatkozás után beszél arról, hogy ezek a, mondom, mai Törökország területén élő, valaha élő keresztények nagy ajándékot kaptak. Először a hitről beszél, hogy milyen nagy ajándék az a belső erő, a hit, amit egyébként a Biblián belül ez a levél az első fejezet 7. versében a tűzben megpróbált aranynál is értékesebbnek tart. És azt mondja Péter apostol, hogy Istennek van hatalma megőrizni az embereket, de Isten csak hitáltal őriz meg. Akinek növekszik a hite, azzal tud az Isten többet és többet cselekedni. Akinek nem növekszik a hite, ott is fenntartja Isten a gondviselését, de annyit nem tud cselekedni annak az embernek az esetében, mint aki hitben folyamatosan és fokozatosan belát dolgokat. Aztán beszél Péter apostol arról, hogy a hit mellett a józanság is a kereszténység lényege. Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben, melyet Jézus Krisztus hoz, mikor megjelen. Ilyen mondatok, hatalmas mondatok sorakoznak eddig a második fejezetig. Aztán beszél arról, hogy milyen nagy dolog, hogy közösséget is nyertek a keresztények, hogy nem a kereszténység az nem egy ilyen egyszemélyi vállalkozás, nem különálló emberek összessége, hanem egy közösség, ami aztán építi, erősíti egymást. Itt ennek az első levélnek a második fejezetében van szó például az egyetemes papságról, a Bibliának arról a rendkívüli tanításáról, hogy mindenki, aki Krisztust megismerte, az pap. A Bibliának itt egy kicsit más a szóhasználata, mint az egyházi szóhasználat. Aki megismerte személyesen Krisztust és áldozatát, és követi őt, az pap. És ezután tér rá, tehát egy ennyi felvezetés után, amelyet mondom a kísérő tanulmányban én részletesen elemeztem, de itt az előadáson én rögtön a döntő dologra szeretnék ráutalni, és ez a második fejezet 11. versétől kezdődik, amikor Péter apostol kéri a keresztényeket, hogy bármilyen sértéssel és bántással szemben ne alkalmazzák azt, amit az emberek, ne adják vissza, ne nyeljék úgy le, hogy később majd visszaadják. Egyáltalán semmi haragot és gyűlöletet ne érezzenek azok iránt, azokkal szemben, akik őket károsítják. Ez a rész így kezdődik. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket,
A jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jó cselekvőknek pedig dicséretére. Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Itt egy kicsit megállok. Az ember eljut idáig az olvasásban, úgy meg is döbben, hogy hát igen, minden ember tiszteljetek. Mindenkiben lássátok meg azt a valakit, akin segíteni kell, és akiért Krisztus az életét is adta. Ezt ugye el tudjuk fogadni, az atyafiságot szeressétek, a király tiszteljétek. De amikor ilyen utakra vált Péter apostol, hogy engedelmeskedjünk az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is, az ember úgy visszahőkör, és azt mondja, hogy miféle kívánalom ez, hát hogyha engem egy munkahelyen megsértenek, megaláznak, ha állandóan azt keresik csak, hogy hogyan kössenek belém, hogy megszégyenítve valahogy félreszorítsanak, és én engedelmeskedjek ezeknek a vezetőknek, nem csak a jóknak és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is, ez valamilyen emberileg elérhetetlen dolog. És valóban emberileg ez elérhetetlen. Hogy Karinti Frigyes mondja az egyik humoreszkében, az emberek mindent visszaadnak, de nem a főnöknek. Azoknak, akik gyengébbek, azoknak könnyen visszaadjuk, mert nem számítottunk részükről ellentámadásra. Akik nálunk erősebbek, azoknak talán nem adjuk vissza a sértéseket, de hát azért meggondoljuk, hogy hogyan gondolkozzunk felőlük. Itt meg Péter apostol egészen más távlatokat nyit. Azt mondja, hogy ne élezzük ki a helyzetek. Megbántanak emberek, ne vegyük fel a kesztyűt. Megsértenek, ne feszítsük a húrt. Mert ez kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Méltatlanul szenvedni ez kedves dolog. És mindjárt meg is okolja ezeket a különös furcsa szavakat. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. Hát ha nincs nekem igazam, ha én hibáztam, és azért jön valami, akár megszégyenítés, akár durvaság, hát azt már csak azért is el kell tűrnünk, ez nem nagy kívánalom, de azért is el kell tűrnünk, mert mi hibáztunk. És ha mi hibázunk, akkor ne válogassunk abban, hogy az emberek erre mit szólnak. De azt mondja Péter apostol, hogy mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Tulajdonképpen miben mutatkozik meg, hogy az ember mire képes? Mi az embernek a legtisztább része? Az, hogyha méltatlanul tud szenvedni, hogyha valamit igazságosan tesz, és arra nem igazságos válasz jön, akkor ezt el tudja fogadni, és még engedelmeskedni is tud, nem csak a kíméleteseknek, de a szívtelen uratnak is. Mert erre hivattatok el. Azt mondja, ez a ti hivatásotok, kereszténynek lenni az ennyi. A keresztény embereket mindig úgy lehet felismerni, onnan lehet felismerni, hogy tudnak veszíteni. A keresztény emberek nem önérzetesek. A keresztény emberek nem adnak arra, hogy emberek mit mondanak róluk. A keresztény emberek el tudják viselni, ha beléjük rúgnak, mert valaki ezt ellensúlyozza. Valakinek van erre is segítsége, valakinek van erre is vigasza. Mert erre hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Azt mondja Péter apostol itt a keresztényeknek, hogy igen, egy keresztény ezt el tudja viselni, el tudja tűrni. Miért? Mert minden gondolata arra irányul, hogy Krisztus mi mindent kellett, hogy ettől az emberiségtől elszenvedjen. Persze, aki nem ismeri Krisztust, irreális ilyen dolgokat kérni tőle, tudom. De itt olyan emberekről van szó, akik megismerték Krisztust, követni is akarták Krisztust, és Péter apostol csak emlékezteti őket, hogy volt itt valaki a földön,
aki sem a cselekedeteiben nem tett rosszat, de még a beszédében sem, még véletlenül sem, senkit nem sértett meg, és vele mit meg nem engedtek maguknak az emberek? Vele mit csináltak az emberek? Ne csak arra tessen gondolni, hogy leköbdösték, tövis koronát tettek rá, keresztvára szögezték. Jézus egész élete megaláztatás volt. Az is megaláztatás volt, hogy az édesanyja utána ment és erőnek erejével haza akarta vinni, mert szégyelte a fiát. Hát ez nem megaláztatás? Erről szól Márk evangélium a 2. és 3. fejezete. Az is óriási megszégyenítés volt, hogy ilyeneket mondtak a tömegből Jézus, hogy nem tudjuk, hogy honnan való. Törvénytelen gyerek. Mert utána jártak, hogy Mária akkor már viselős volt, amikor Józseffel egybekélt. Miféle kijelentések záporoztak Jézusra, micsoda tördöféseket kapott, felvette egyszer is a kesztyűt? Szólt egyszer is ilyesmit, hogy ez méltatlanság, hazugság, igazságtalanság. Jézus nem tett. Most jön az egész levélnek egyik legnagyobb mondata Krisztusról. Aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Kedves hallgatók, ha valaki Krisztust megismeri, de a szó igazi értelmében nem csak ezt a szót, hogy Jézus Krisztus, hanem hogy ki volt Jézus Krisztus, miért jött el erre a világra, azt hiszem a legelső dolgok között kell, hogy megismerje ezt, hogy Jézus szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, és mi volt ez a gyönyörű emberi tulajdonság, amivel ezt meg tudta tenni, hagyta az igazságosan ítélőre. Ez a Biblia vers, ha bennünk marad, nagyon sok erőt ad az életben. Mi is bármely pillanatban ki vagyunk téve a szidalmazásnak, vagy enyhébb formáinak, vagy kis törszúrásoknak, de szidalmazván viszont ne szidalmazzunk. Soha ne vegyük fel a kesztyűt. Soha ne tegyük azt, amit velünk tesznek rosszat. Ezt egyszer az életben végig kell gondolni, nem többször egyszer. Ezért szoktam Pascalt idézni sokszor, aki azt mondja, az embereknek minden problémájuk onnan származik, hogy nem ülnek be egy üres szobába, és fél órát nem gondolkoznak el az élet nagy kérdéseiről. Én azt mondom, hogy az életnek ez egy nagy kérdése. Az életnek nagy kérdés, hogy ha velem rosszat tesznek és igazságtanul viselkednek, én ezt miért ne adjam vissza? Mindannyian visszaadtuk már sokszor az életben. Miért? Mert a természetünk ezt diktálja. A természetünkben ez van benn, ha engem megsértenek, hát már legalább azért is visszaütök, hogy ne tartsanak pipogyának vagy gyávának, én is megmutatom, hogy mire vagyok képes. De ha fél óráig leülünk egy szobában, és ezt elkezdjük végig gondolni. Ha én sérelmezem azt, ahogy velem bánnak, joggal sérelmezzük, nem? Ha rosszat tesznek velünk, joggal sérelmezzük. Akkor ugyanazt a rosszat tegyen meg a másik emberrel? Hát akkor a provokációja célt ért, nem? Hát akkor kikényszerített belőlem valamit, amit én talán nem is akarok. Hát ez igazságtalanság. Ha igazságtalanság, hogy velem rosszat tett, akkor az is igazságtalanság, hogy ugyanazt a rosszat én is teszem. Ezért mondja a Róma 12.21-ben Pál apostol, ne te győzed, tessél le a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. Sok ember úgy gondolja, hogy ha őt megbántják, már csak azért is vissza kell adni, hogy megmutassa az erejét. És akkor ő is győz. Őt megütötték, ő is visszaütött. Megmutatta, hogy ő mire képes. De a Biblia erre azt mondja, hogy te nem győztél akkor, hogyha visszaadtad a pofont. Ha visszaadod a pofont, akkor téged győzött le az, aki a te ítéleted szerint is rosszat tett, és ugyanazt a rosszat kikényszerítette belőled. Szóval mondom, kedves hallgatók, egyszer kell leülni. Nem a Biblia mondta ki ezt először, ezt Szókratész is kimondta az aténi ifjaknak, hogy kedves ifjak, gondolkoztatok már azon, hogy az életben melyik a kisebb rossz? Elkövetni a rosszat, vagy elszenvedni? Hát az ifjak persze büszke, aténi ifjak azt mondták, hát az életben a kisebb rossz, ha elkövetjük a rosszat. Hát inkább én kövessek el rosszat a másikkal, mint hogy a másik velem. Szokratész szépen rávezett őket a maga bábáskodási módszerével, hogy kibányázta belőlük, ilyen kérdve, kifejtő módszerrel. Egy-két óra után már belátták, hogy a kisebb rossz az, hogyha te elszenveded a rosszat. A nagyobb rossz az, hogyha te visszaadod a rosszat. Ezt el kell gondolni, mondom, ez logika kérdése. De a Biblia még emellé azt is társítja, hogy nem csak egy józan megfontolás, nem csak egy logikus levezetés, hanem egy példa is ott áll előttünk. Volt valaki a történelemben, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Amikor először olvastam ezt a Biblia verset, azt mondtam, hogy kiről van itt szó. Hát volt ilyen valaki?
Igen, ismerjük meg Jézus életét. Ismerjük meg, hogy Jézusnak ez hogy sikerült megtennie. Főleg a harmadik kijelentést, hogy hagyta az igazságosan ítélőre. Olyan sokan panaszkodnak, hogy otthon veszekedés van. Hazamegy a férj, a feleség, valami nem tetszik, szóváltás, kinek van igaza, kinek nincs, jönnek, mennek az ütések. Milyen jó lenne megtanulni ezt, hogy szidalmazván viszont nem szidalmazni. Aki először abba hagyja és először csendet tud parancsolni, az a győztes. Milyen jó lenne megtanulni a gyakorlatból, hogy mit jelent ez, hogy hagyni az igazságosan ítélőre. Ne én mondjam meg, hogy mi az igaz, ne is a másik. Majd valaki megmutatja, hogy mi az igaz. Hagyni az igazságosan ítélőre. De Jézus még többet is tett. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ezek is döbbenetes kifejezések. Péter apostol egyszerű halászember volt, de nagyon megértette Jézust. Nem az életében hősködött vagy megtagadta. Az életében sokszor kárt vallott, sokszor veszélybe vitte Jézus ügyét. Gondolják meg, amikor például kardot ragadott és levágta a római szolgáló fülét. Szóval Péter apostol elég lobbanékony és értetlenkedő ember volt. De Jézus mennybe menetele után, amiután egyedül maradtak az apostolok, megértett dolgokat, 10 nap alatt többet megértett, mint 3,5 év alatt Jézus mellett járva. Megértette ezt, hogy mit jelentett az, hogy Jézus nem csak nem adta vissza az ítéseket, nem csak hagyta az igazságosan ítélőre, hanem ő azért az óráért jött. Így mondta Jézus mindig, hogy ezért az óráért jöttem. Hogy ne nektek kelljen meghalni, hanem én azonosulok ezekkel a bűnökkel, magamra veszem, mintha én követtem volna el, pedig ő semmit nem követett el, de éppen ezért vehette magára, hiszen egyikünk se tudja megváltani a másik embert, mindannyiunknak a saját bűneinkért kell meghalnunk. Az vehette csak magára a bűnöket, akinek egyébként nem kellett volna meghalnia, mert bűntelen volt, mert szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvény nem fenyegetőzött. És ő azt mondta, hogy én az ember helyébe állok. Én az ő bűneiket magam viszem fel a magam testében a fára. Én a bűnök végső rendezését, a bűnök büntetését elszenvedem. Olyan sokan mondják, hogy Jézus a megváltó, de kevesen tudják, hogy ezen mit kell érteni. Sokan például úgy gondolják, hogy Jézus a haláltól vált meg. Mint tetszenek látni, nem a haláltól vált meg, a halálba mindenkinek bele kell mennie. Jézus a második haláltól vált meg. A Biblia szerint 2 halál van. Az életünk végén az első halál, ettől nem vált meg Jézus. Az első halál a bűneink természetes következménye, mindannyiunknak át kell mennünk rajta. Jézus a végső ítélet utáni elveszéstől, a kárhozat halálától vált meg. Ezért neki a keresztfán sem akármilyen halált kellett elszenvedni. Meg vagyok győződve, hogy ma a kereszténységben azért nincs erő, mert keresztények széles tömegei nem tudják azt, hogy Jézus halála rendkívüli halál volt, ilyen halált senki nem halt. Ez nem az első halál volt. Nem az a halál, amit mi halunk meg, akár a legborzalmasabb körülmények között is a földi életünk végén. Amikor Jézusból kitört a 4. kiáltás, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a második halál tapasztalatát átélő ember kiáltása volt. Jézusnak ezzel a borzalommal kellett szembesülnie, hogy az Isten elhagyja őt. Isten eddig még senkit nem hagyott el, sem életében, sem a halálában, sem eddig, sem ezután, még világ a világ. Jézust, az egyetlent, az övét hagyta el az Isten. Egy valakitől fordult el, ez borzalmas volt. Ez kimondani, átélni nem is tudjuk, csak úgy kapizsgáljuk körülbelül, hogy mit jelentett ez a fájdalom és a szenvedés, de Jézus ezért eljött, hogy a bűneinket maga vigye fel testében a fára. Miért tette meg Jézus ezt az áldozatot? Hogy a bűnöknek meghalljunk, és az igazságnak éljünk. Jézus nem egyszerűen helyettesünk, aki helyettünk elszenvedett egy halált, hogy ne nekünk kelljen meghalnunk, hanem Jézus Krisztus az az Isten, aki azért halt meg, hogy nyilvánvalóvá tegye előttünk, hogy milyen undorító a bűn. Mi az a bűn, ami az ártatlant nem kimérte? Mi az a bűn, ami az Istent is keresztfára szegezte? Jézus ezt a hatást akart elérni, hogy mi megundorodjunk a bűntől, meggyűlöljük a bűnt, és a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. És ha Jézus így él egy embernek a szívében, ha ilyen Jézus Krisztussal van kapcsolatunk, akkor most már hadd tegyem fel a kérdést, hogy nagyon nehéz ezt megtenni, hogy a szidalmazásra viszont ne szidalmazzunk.
hogy szenvedvén ne fenyegetődzünk? Ami embereknél lehetetlen, mondta Jézus, az Istennel együtt lehetséges. Ha természetünk szerint élünk, visszaadjuk a szidalmazást. Ha természetünk szerint cselekszünk, sértésre sértés lesz a válasz. Ha Krisztus szerint, az ő benne való hit szerint élünk, akkor a bántást nem adjuk vissza, a sértést nem adjuk vissza, hagyjuk az igazságosan ítélőre, és az a valaki van előttünk, akinek az erejét ebben is érezhetjük, hogy mi meghalunk a bűnnek, mi az igazságnak akarunk élni, mi az ő sebeivel gyógyulunk meg. Micsoda kifejezések ezek, egy egyszerű halászember írta ezeket. Sebekkel meggyógyulni. Első hallásra paradoxon és értelmetlen, de mégis az ő sebei, az ő elszenvedett szenvedései, ütései, igen, ezek vezetnek bennünket oda, hogy végül is megerősödik bennünk az elhatározás. Igen, az élet lényege az, ez a keresztények hivatása, tudjanak veszíteni, tudjanak elszenvedni, mert sokszor az emberek erre kapják fel a fejüket. Sőt, meggyőződésem az, hogy az emberek mindig arra kapják fel a fejüket, ateista emberek is, a legszélesebb emberi tömeg is, az ártatlanok szenvedésére. Tessék megnézni, hogyha gyerekek szenvednek, ártatlanok szenvednek, arra mindenki fölkapja a fejét, mindenki beszél, mindenki jogos felháborodással van. A keresztények szenvedése nagyobb a gyerekek szenvedésénél. Krisztus szenvedése nagyobb volt az ártatlanok és a legbecsületesebb emberek szenvedésénél is. Ha ezzel a Jézus Krisztussal él az ember, akkor megtanul az őt gyűlölőknek, nem adjuk vissza, megtanul értük imádkozni is. Hiszen kik vannak nehéz helyzetben? Azok vannak nehéz helyzetben, akik kapják az ütést, vagy akik adják az ütést. Erre is érdemes egy fél órát szánni egy üres szobában. Magamat sajnáltassam, mert én kaptam az ütést? Emberek az önsajnálatban szinte kimeríthetetlenek. Annyi ideig jajgatunk és mondjuk hetekig, hónapokig, évekig, hogy miért bennünket. Hát üljünk le fél órára, gondoljuk el, hogy ki van nehezebb helyzetben. Aki kapta az ütést, igen, az én hátamon csattant, fáj. De a másik embernek, akiknek talán nem fáj, mert olyan szemtelenül mérte rám az ütést, meg másokkal is így viselkedik. Na de milyen borzalmas ez az élet. Belülről akarsz lenni annak a bőrén belül, aki így él. Jézus az első szavával, 7 szava volt Jézusnak a kereszten, azokért imádkozott, akikről azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A József Attila versek hangozottak el, most József Attila egyik mestere is szólaljon meg, aki Szegeden mentora, ajánlója volt József Attilának, és akinek van verse erről az élethelyzetről, és erről a Péter első levelebeli tanításról is. Juhász Gyula, imádság a gyűlölködőkért. Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, és az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ó pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égre harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják tán, mit cselekszenek. Kedves hallgatók, a levél első nagy vonulata után tudnék, hogy Péter apostol ezt levezeti lépésről lépésre, hogy miért ne adjuk vissza a sértéseket, jön a levélnek rögtön ezután a harmadik fejezetben a második nagy vonulata, és ezért adtam a kísérő tanulmányban ennek a levélnek ezt a címet, hogy nem sérteni, de nem is megsértődni. Mert 50% az, hogyha eldöntjük, hogy nem adjuk vissza,
segítséget kérve attól, meggyógyulva az ő sebeitől, aki erre példát mutatott, ez 50%, van még egy 50%. És nagyon sok ember ezt a másik 50%-ot nem teszi meg, ugyan nem adja vissza a sértéseket, de megsértődik. A sértődés és a sértődékenység az élet egyik legnagyobb problémája. Ezt egy ateista orvos és pszichiáter, Freud, Sigmund Freud 100 évvel ezelőtt megjósolta. Proféciája bevált. Azt mondta Freud a 20. század elején, hogy a modern kor az agresszív és a depressziós emberek kora lesz. Mert az emberiség egyik fele két ököllel megy neki annak, hogy az akaratát véghez vigye, az emberiség másik fele, talán azért, mert nem ilyen erős, az elszenvedi az ütéseket, de olyan mélyre szívja magában is, olyan belső vérzékenységet, érzékenységet alakít ki, hogy ez elháríthatatlan egy újabb betegséget fog tömegjelenségét tenni, és ez lesz a depresszió. Hát ez sajnos bevált. Ma a nyugati világban már minden harmadik, negyedik ember depressziós. Mert vannak nagyon célra törő, nagyon akaratos emberek, akiknek semmi sem szent, se Isten, se ember, és az mindent el akarnak érni. És vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én nem fogok csatázni és háborúzni, de hát nem is tudják valakivel elrendezni, nem tudják hagyni az igazságosan ítélőre. És magukban görgetik ezt a sok problémát, és mint egy erre gondolva Péter apostol a levelének a 3. fejezetében először beszél a házasságról, a házastársaknak az egymáshoz való viselkedéséről. Sajnos ezekben nem tudok belemenni ezekbe a részletekbe, de ezeket nagyon részletesen eltesznek olvasni a kísérő tanulmányba, hiszen egy ilyen bibliai levél, hát nem túlzok, azt mondom, hogy Péter első levelét kb. Egy évig kellene itt lentiben is. Ha méltó módon akarnánk, olyan 6-7 versenként kellene fölszabdalva elemeznünk. Hát ugye ezt nem tehetjük meg, egy előadásban szeretnék összképet adni a levélről. De a 3. fejezetben, hogy beszél a házasság problémáiról, az asszonyok viselkedéséről, a férfiaknak sokszor értelem nélküli, ormótlan viselkedéséről. Péter apostol egyébként házas ember volt, Pál egyedül maradt, Jeremiás próféta is egyedül maradt, tehát a próféták és az apostolok között nagyon változatos a kép, de Péter a feleségét, a családját is vitte az útjaira, legalábbis néhány megjegyzésből a Bibliából ez derül ki, tehát ő testközelből ismerte a házassági problémákat, és azután, miután a házasság a család kérdéseiről beszél, felidézi azt a 34. Zsoltárt, amelyről egyébként a múlt alkalommal már beszéltünk, és meg is szólalt a 34. Zsoltár, és kimond egy óriási mondatot. És ez az óriási mondat az, amit mindenkinek ajánlanék, aki érzékeny, aki sértődékeny, és aki talán eddig nem tudta legyőzni a sértődékenységét. És ez a mondat így hangzik a 3. fejezet 13. versében, és kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Hatalmas mondat. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Meg lehet sérteni egy embert, aki Krisztus követője? Meg lehet sérteni egy embert, akiben erős a hit, és nem adja vissza az ütéseket, de nem is azzal foglalkozik, hogy mekkorák ezek az ütések, és nem marasztja az emlékeket a lelkükben. Igen, ezek az emberek azok, akik megértették azt, hogy kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Hát ha a jót követjük, ha Krisztusra nézünk, akkor mindig előre haladhatunk. Péter apostol ezt egy nagy tapasztalatában értette meg. Mindannyian ismerik talán a vízenjárásának a történetét. Amikor éjszaka, ugye Jézusnak nem volt hajója, csónakja, jött a tanítványok felé a Genezáreti tó vizén, mert azok bevesztek a tó közepére, akkor Péter apostol rögtön megértette ezt, hogy ha Jézus járhat a vizen, hát ezt Istentől kapta, hiszen Jézus a hatalmát letette, nem a saját erejéből járt a vizen, ezt Jézus a hitére nézve kapta az Istentől, hogy ő tudott járni a vizen. Péter ezt rögtön megértette, és azt mondta, hogy Uram, add, hogy én is járhassak a vizeken. És Jézus azt mondta, hogy jöjj. És Péter kilépett a bárkából, és ő is elkezdett a vizen járni.
A Bibliának egyik legnagyobb csodája és a csoda előtt a legnagyobb hitről tanúskodó jelenete, hogy megértette egy ember, hogy Jézus miért jött a világra. Jézus azért jött a világra, hogyha megértjük azt, amit tett, és ha megértjük azt, hogy kinek az erejével tette, akkor mi is igényelhetjük ezt a magunk élete számára, mi is járhatunk a vizen. És Péter elindult a vizen. Péter nem azért süllyedt a vizen, mert Isten nem tudta volna megtartani. Világosan kiderül Máté evangélium a 14. fejezetéből, Péter miért süllyedt a vizen. Egy oka volt, levette a tekintetét Krisztusról. A környező vihart kezdte szemlélni, a kedvezőtlen időjárást és körülményeket, akkor elkezdett süllyedni. De rögtön észbe kapott, rögtön visszatekintett Jézusra, rögtön segítségért kiáltott, és Jézus megsegítette, és Péter továbbra is járt a vizen. Kedves hallgatók, ennyire egyszerű a dolog. Ha valakire tekintünk, a példájából erőt merítünk, ha személyes lénynek tartjuk az Istent és Jézus Krisztust, akihez lehet ma szólni, és folyamatos a vele való kapcsolatunk, mi is járhatunk a vizeken. És a mi életünkben is nem csak az teljesedik be, hogy nem adjuk vissza a sértéseket, az is beteljesedik, hogy elfelejtjük a sértéseket. Nagy dolog ez. Mint hogy a magyar költő mondja, hogy békévé oldja az emlékezés. József Attilának gyönyörű sor ez. Békévé oldja az emlékezés. A borzalmas múltat, az emlékeket. Vagy Petőfi is írt ilyen sort a Tündérálomban, hogy lassan szállj és hosszan énekelj, haldokló hattyú, szelíd emlékezet. Szelíd emlékezet. A legtöbb embernek sajnos zaklatott az emlékezete. Állandóan felhánytorgatja, mit csináltak velem, mit mondtak rólam, jaj, hogy volt erre képes. 10 év után, 20 év után megfigyeltem embereken, szinte remegnek, amikor elmondanak régi sértéseket, bántalmazásokat. Zaklatott emlékezet. De Jézus Krisztus tud adni a lélek által szelíd emlékezetet. Tehát tovább menve a levél ezt is hirdeti, hogy nem csak az a csúcs, hogy megsértve sem adjuk vissza a sértést, hanem tovább is lehet menni, ne legyünk sértődékenyek, ne őrizgessük a sértéseket, magyarán ne legyünk depressziósak, mai szóval. Meggyőződésem, hogy a depressziót is mi hozza létre, írtunk erről egy kis külön füzetet egy pszichiáter barátommal, a depressziót a modern kor állandó felbosszankodásai és önsajnálatai, a kettőnek az összecementeződése hozza létre. Ha az ember hagyja felbosszantani magát, és bosszankodik előbb nagy, aztán egyre kisebb dolgokon, és utána sajnáltatjuk magunkat, hogy miért ilyen a világ, vagy miért ilyenek az emberek velünk szemben, elkerülhetetlen a depresszió. Ezért a legfontosabb depresszió elleni szernek a 37. Zsoltár tartom. A 37. Zsoltár, amely talán ezt az alcímet is viselhetné, hogy a depresszió elleni legfőbb gyógyszer. Kérem önöket, hogy gyakran olvassák ezt, az egész 37. Zsoltárt, amelyből most a legszebb részleteket válogattuk ki, hiszen maga a Zsoltár majdnem 2 oldalas, hosszú Zsoltár ez, Dávidnak egy csodálatos nagy Zsoltára, és könnyű megjegyezni, hogy a 37. Zsoltár a 73. Zsoltárral együtt, tehát ha megfordítom a 2 számot, 37 és 73 alkot párt, a 37. Zsoltár azzal foglalkozik, hogy ne bosszankodjunk, van ilyen rövid sor, hogy ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. A 73. Zsoltár meg azzal foglalkozik, ha a gonoszoknak jó szerencséjük van is, ne irigyeljük meg soha őket. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ.
Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége elmúlik, füstként múlik el. Kölcsön kér a gonosz, és meg nem fizet. De az igaz, irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Csodálatos zsoltár, és biztos, hogy sok része már most is feltűnhetett, én csak egy kifejezését hadd idézzem vissza. Ha elesünk is, de nem terülünk el. Sajnos az életben sokszor visszaadtunk dolgokat, másszor meg megsértődtünk, sokszor ma is küzdeni kell ez ellen, még a leginkább hívő embereknek is. De ha elestünk is, mert ki az az ember, aki nem esik el, a Bibliában ott van a gyönyörű kifejezés, nem ott van a különbség ember és ember között, hogy lennének, akik soha nem estek volna el. Mindannyian elestünk, sokszor is elestünk. Különbség ott van, hogy vannak emberek, akik elesnek, és ott maradnak elterülve. És azt mondják, ilyen a világ, nem tudok más tenni, vissza kell adni, vagy hát ne nyaldossam a sebeimet, hát én máshogy nem tudok élni, ez mind az elterülés kategóriájába tartozik. Ha elestem is, nem terülök el. Jó megegyezni ezt a zsoltárból. Hogy nem terülök el? Mert ha valakire nézek, mint Péter visszakapta a tekintetét Krisztusra, valaki fel fog segíteni. Aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És ezek után jön a befejező harmadik vonulata a levélnek, mert a sértések elviselése és a sértődékenység legyőzése után jön még egy újabb hatalmas téma, ezt már csak nagyon röviden érinteném, hogy vannak az életben kifejezetten nagyon nagy szenvedések, rágalmazások, befeketítések és üldözések is. Döbbenetes, hogy mit mond ezekre Péter apostol a 4. fejezet első versében. Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Krisztus is szenvedett, testileg, lelkileg egyaránt. És ezt végig gondoljátok, hogy ez a világ, ez ilyen. Miért ilyen? Mert beengedtétek a rosszat. Ha nem engedtétek volna be a rosszat a világba, ma paradicsomi állapotok vennének körül bennünket, hiszen Isten nem ilyen világot teremtett. Isten édeni paradicsomi világot teremtett. Ott nem volt sértés és nem volt sértődékenység. De beengedtük a világba a rosszat. Mint hogyha azt mondom, hogy itt vagyunk ebben a teremben, bezárjuk a termet, mert kint egy tolvajbanda garázdálkodik. Tehát ha valamelyikünk beengedi, utána miért tud szavatosságot vállalni? Melyikünket nem fog kifosztani? Mindannyiunkat kifosztotta a bűn, a gonoszság. De azt mondja Péter apostol, hogy fegyverkezzünk fel a gondolattal. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy micsoda kifejezés ez. Fegyverkezzünk fel azzal a gondolattal. A Biblia mindig azt mondja, hogy az emberek készülni kell a holnapra és a holnap utára. Nem lehet máról holnapra élni, nem lehet elvek nélkül élni. Ma sajnos világjelenségé vált ez a máról holnapra élés, nem is annyira testileg, lelkileg. Az emberekre egyszer jobbról jön a hatás, másszor balról, egyszer így beszélnek, másszor úgy beszélnek, és az emberek, a szélingattan átszálak, egyszer erre hajlanak, másszor arra. Hát fel kell fegyverkezni egy gondolattal, hogy a szenvedés az nem mindig romboló. Akkor romboló a szenvedés,
ha Isten nélkül viseljük el. De hogyha valakit segítségül kérve viseljük el, ha meggondoljuk azt, hogy Krisztus mennyit szenvedett, akkor mi megszűnünk a bűntől, hiszen a szenvedés kiégeti az ember lelkéből, az ember életéből a nem kívánatos jelenségeket. Oly sok ember tud hálát adni a szenvedésnek, akár testi szenvedésnek, akár betegségeknek, akár lelki szenvedésnek, mert valamit megértett. Sajnos az embernek a paradicsomon kívüli világban az a tulajdonsága, hogy ritkán gondolkozik. Mikor szoktak gondolkozni az emberek? Amikor baj van, nem? Amikor minden rendben van, egészség van, előre az emberek nem gondolkoznak, maguk érdemének és a sors kegyeltjeinek tartják magukat. Amikor baj van, akkor rögtön jön a kérdés, hogy miért? Miért velem? Miért így? Miért Isten? Miért engedte meg? Jaj, de jó, hát gondolkoznak az emberek. Nem lehetne ezt már úgy is megtenni, hogy Péter apostol ajánlja, hogy fegyverkezzünk fel előre azzal a gondolattal, hogy ha jön a szenvedés, ha jön az üldözés, nem kapkodok, nem azt mondom, hogy miért engem ér. Hát ha Isten ezt megengedte, akkor erre oka van. Ha Isten megengedte, ezt jóra tudja fordítani. Ezért mondja később, ugyanebben a fejezetben, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Döbbenetes kifejezések. A szenvedésben is meg lehet őrizni a nyugalmat. Megnyugszik a békesség lelke. A szenvedésekben is lehet az ember boldog. Hát ezt honnan veszi Péter apostol? Itt már elhangzott egy előadás, a tavalyi év során beszéltem a 8 boldog mondásról. Mi a legnagyobb boldogság Jézus tanítása szerint? Mi a 8. a legvégső boldog mondás? Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Micsoda hatalmas dolog a hit? Micsoda hatalmas dolog az a szeretet, amit Krisztus ad, hogy az üldözésekben, bántalmazásokban is boldog lehet az ember. Ezt valakinek mondom, azt mondja rám, hogy elment az eszem. Dehogy akarom, hogy én rám rosszat mondjak, dehogy akarom, hogy engem üldözzenek. Hát kedves hallgatók, Jézus azt is mondta, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Aki úgy nagyon meg akar felelni mindenkinek, az elveszíti önmagát. Az igazságra törekvő embereknél elháríthatatlan az üldözés. Aki valami jó ügyet képvisel, az előbb-utóbb kezdik támadni, ki akarják kezdeni. Ezen a világon ez törvényszerűség. Jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Hát tegyük a méle két serpenyőjébe a két dolgot. Meg akarunk felelni minden embernek, azt akarjuk, hogy mindenki mosolyogjon ránk és dicsérjen bennünket, ez a méleg egyik serpenyője. A másik pedig, hogy végezzük el a hivatásunkat és küldetésünket. Nagyon sokaknak ez nem fog tetszeni. Tessenek választani a kettő között. Emberek dicséretére éljünk, vagy annak a dicséretére, aki az embert elküldte ebbe a világba. És Péter apostol a levelében persze fellebbenti a fátylat, hogy mi nem emberekkel csatázunk, nem emberek az ellenségeink. Itt az 5. fejezet 8. versében hangzik el ez a nagy kijelentés, józanok legyetek, egyébként 3-szor hangzik fel a józanságra való felszólítás a levélben, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, és ki a mi ellenségünk? Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitnyeljen el. Pál apostol az Efézusi levél 6. fejezetében azt mondja, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk. Mi nem emberek ellen küzdünk. Ha emberektől rosszat kapunk, valójában nem is emberektől kaptuk a rosszat. Az emberek csak eszközök voltak. Valaki belevitte őket abba, hogy velünk rosszat tegyenek. A nagy ellenség, aki a mennyben Isten és Krisztus ellenségévé vált, akit beengedett az emberiség erre a világra, aki ezt a világot ilyen romhalmazzá tette, mint amelyben élünk, testileg, lelkileg. Igen, ez sátán, a sátán héber néven itt jelent, hogy ellenség.
Az ördög a diabolosz név ennyit jelent, hogy vádoló. Belevinni az embert a rosszba, aztán vádolni azért, hogy miért tetted meg, aztán egy elegáns mozdulattal kilépni és azt mondani, én nem is létezem, ma nagyon kevés ember hisz Sátán létezésében. Sátán, hogy én nem létezem, hát Isten az, aki ilyen világot teremtett, szidjátok az Istent. És ezt milliók, milliárdok esetében el is tudja érni. De azok az emberek, akik föltekintettek már arra a fára, amelyen valaki fölvitte a bűneinket, hogy mi a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, ezek az emberek nem becsaphatók, nem elhitethetők, és ezek az emberek ennyit elbírnak az életben. Nem sértenek, nem sértődékenyek, és a szenvedésektől nem menekülnek rémülve, hogy jaj, csak velem ne történjék valami baj, hanem amit az Isten megenged nekik, azért áldják az Istent, az Úr adta, az Úr elvette, áldassék az Úrnak neve, vagy ahogy Ezékiás király mondta, áldásomra vált a nagy keserűség. Kedves hallgatók, ez a 4,5 oldalas levél kimeríthetetlen. Én egy órán belül beszoktam fejezni az előadásokat, és van még egy kis vetítés is, hogy ki volt ez a Péter apostol, hogyan is ábrázolták, hogyan is jutott el idáig, hogy két levele belekerült a Bibliába. Egy egyszerű galileai halászember, egy egyszerű kérges, tenyerű, hétköznapi munkás ember, aki ilyen gondolatokra és ilyen összefüggések nagyon rövid kimondására úgy kapott megbízatást, hogy még élet lesz a földön. Sőt, ugye van ilyen ígéretünk a Bibliában, hogy megmarad a te igéd a mennyben. Még élet lesz egyáltalán, addig ebből a levélből mindenki tanulhat. Ezért kérném önöket is, hogy egy ilyen előadás csak kett csinálás, csak egy kis felvillantás annak, hogy mit várhatunk 4 oldaltól. Tessenek elolvasni a levelet, de ne egyszer, ne is kétszer, hanem sokszor, fejezetenként, gondolategységenként. Ez a levél nagyon sokat fog nyújtani, azt hiszem, mindannyiunk gondolkodásának megváltozásában, és abban, hogy az életben sokkal többet bírjunk, viseljünk el, mint eddig, és ezt örömmel és boldogsággal tegyük, mert boldogság az, amivel Péter apostol is befejezte a gondolatmenetét, Krisztussal együtt és Krisztusért szenvedni.